Nos, talán a háttérből rájöttetek, hogy hol vagyok. Itt vagyok Las Vegasben. És ebben a videóban szeretnék nektek elég sok érdekességet bemutatni a helyről, mert azt kell, hogy mondjam, hogy nem pontosan olyan, mint elképzeltem, és szerintem baromi izgalmas. Például nem tudom, gondoltátok-e volna, hogy ekkora sor áll ehhez a táblához, úgyhogy nem lehet annyira könnyen oda menni. Na mindegy, én is kiállom a sort és megcsinálom a fotómat. A fotó végül el is készült, és szerencsére nem látszik rajta, hogy 42 fok van. De először térjünk vissza az alapokhoz. Las Vegas Amerika délnyugati részén van, Los Angeles-től kb. 5 órányi autóútra. Én úgy kerültem ide, hogy elutazhattam kipróbálni egy önvezető robotautót Phoenix városába, és ha már ide eljöhettem, akkor megnéztem minden érdekeset a környéken. A robotaxizásomról videó is készült, de az nem a mi csatornánkra kerül, hanem az MVM Future Talks oldalán nézhetitek meg több más videóval együtt. A videót belinkelem itt, és a videó alatt is megtaláljátok. Szóval miután kipróbáltam a fantasztikus önvezető autót, még megnéztem mindent, ami útba esett, és így kerültem Las Vegasba is. Valószínűleg, ami Las Vegasról eszedbe jut, azok a kaszinók, az elképesztő fények, az éjjel-nappal bulizó emberek, és az a helyzet tökéletesen igazad van. Amikor az első éjjel megérkeztem, és autóval végiggurultam a városon, teljesen el voltam ájulva. Előtte több órát utaztam a koromsötét sivatagon keresztül, és a városba beérve a fények különösen elvarázsoltak. Több legendás kaszinót is láttam, amit eddig filmekből ismertem csak. Egész hosszan végiggurultunk a városon, ami örökre szóló élmény volt. A kaszinók egyben szállások is, sőt, inkább gigantikus szállodáknak nevezném őket. A világ 20 legnagyobb szállodájából 14 itt van Las Vegasban, gyakorlatilag egymás mellett. Sok gondolkodás után én a Caesars Palace-t választottam szállásnak, mert nagyon központi helyen van, és nem bántam meg, sőt, teljesen lenyűgözött az egész. Ez a kaszinó az ókori Róma stílusában van megépítve, és az a helyzet, hogy gyönyörű volt. Az épületbe beérve azonnal a kaszinó részbe kerülsz, aminek a mérete egyszerűen felfoghatatlan. Egyáltalán nem túlzok, két nap alatt, ameddig ott voltam, nem tudtam bejárni az egészet. A terület nagy részén ezek a nyomkodós játékgépek vannak, de több tucat rulettasztal is vár, blackjack asztalok, pókertermek a tétek mérete alapján elkülönítve, sportfogadás egyszerre vagy 100 képernyőn, és még vagy 100 féle játék, amiről nem is igazán hallottam. És a hely éjjel-nappal működik. Mindig játszanak az emberek. Este azért többen, de ha reggel 7-kor szeretnél rulettezni, akkor is lesz társaságod. Igazából el is felejtett bent, hogy nappal van vagy éjjel. De vannak itt bárok különböző stílusban, luxus éttermek különböző extrém árkategóriákban, koncerttermek, és valószínűleg minden, amit csak el tudsz képzelni. Egész jó. Teljesen le voltam nyűgözve, mert olyan fáradt voltam, hogy azt se tudtam, hol vagyok, úgyhogy elmentem aludni a szállodában lévő 4000 szoba egyikébe. Éjjel persze így sem tudtam aludni, úgyhogy elolvastam, hogy hogyan alakult ki ez az elképesztő város. 1900-ban még teljesen lakatlan volt a környék, viszont ekkor elért ide az új találmány, a vasút. Ekkor még csak 22 ember lakott itt. A vasútépítés miatt azonban felpörögtek az események, több hatalmas építkezés is elindult itt a környéken, gátak, katonai bázisok, és emiatt több 10 000 ember költözött ide a környékre. 1930-ban legalizálták a szerencsejátékot, és éppen ekkor véget ért az alkoholtilalom is, úgyhogy minden adott volt Las Vegas kialakulásához. Az első kaszinó a Golden Gate volt, ami egyébként még ma is javában működik. A város lassan Amerika fő szórakozó helyévé vált, néhány szupersztár olyan gyakran lépett fel itt, hogy inkább ide is költözött. Las Vegas annyira a semmi közepén van, hogy az 50-es években itt mellette végezték a kísérleti atomrobbantásokat. A helyi üzletemberek ebből is pénzt csináltak, ha vettél belépőt, akkor a hotelek tetejéről lehetett nézni a robbantást. Csak 10 évvel később jöttek rá, hogy ez talán mégsem a legjobb ötlet. Másnap világosban teljesen más arcát mutatta a város, ismét pusztítóan meleg volt, de azért elindultam felfedezni a többi kaszinót is. Fények nélkül az egész utcakép teljesen más, bár így is gyönyörű dolgokat látni, fantasztikusan szép parkokat épített néhány hotel, és mindezt egy sivatag közepén. Minden kaszinó igyekszik valahogyan kitűnni a többi közül, és saját tematikát kitalálni magának, és ezért igazán extrém látványt szül. A Luxor például egy Egyiptom témájú kaszinó, valódi méretű szfinxszel és piramissal, amiben egyébként a kaszinó és 4500 szállodai szoba is elfér. Emellett Egyiptom kiállítás, IMAX mozi, bevásárlóközpontok és persze óriási kaszinó is. Esténként pedig a világ legerősebb lámpájával világítanak az égbe, ami 500 kilométerről is látszik. A kaszinók között sokszor mozgójárdán vagy ilyen magas vasúton lehet átütni, ki sem kell menni igazán az utcára. Ha tovább megyünk, akkor látjuk mellette a középkori vár tematikájú Excaliburt,
utána a New York témájú New York New York szállót, amit ha láttál, el sem kell menned New Yorkba, mert itt össze van foglalva minden. De Párizsba is felesleges elutazni, mert kicsivel arrébb itt van az Eiffel-torony, a Diadalív, a Moulin Rouge és még egy rakás francia épület mása. Vele szemben pedig a Bellagio híres szökőkutya. Kívülről tehát nagyon különböznek, belül viszont az összes kaszinó nagyon hasonlóan van felépítve, igazából meg sem tudod mondani, hogy éppen melyikben vagy. A legmeghökkentőbb viszont talán a Venetian nevű óriási hotel volt, természetesen Velence témával. Itt van a Dózsa palota, a Rialto híd, harangtorony, de bent még jobban meglepődtem, amikor valódi gondolákon hajóztak az emberek a kiépített csatornákban. Egészen hihetetlen. Ráadásul emögé a hotel mögé építették most az új koncerttermet, aminek a neve egyszerűen csak a Gömb. Kívülről is lenyűgöző látvány, és bár belül nem voltam, de azóta megnyitott, és hát a látvány felfoghatatlan. A teljes gömb egy képernyő belül, és 160 ezer hangfalból szól a zene. Hát ezt is meg kéne nézni egyszer. És ha már koncertek. Ez a város nem véletlenül a világ fő koncerthelyszíne és szórakoztató központja. Minden este a legnagyobb világsztárok lépnek fel, akár zenészekről, akár bűvészekről, vagy más előadókról van szó. Sok sztárnak minden nap van itt koncertje, akár éveken át. Ez a város tehát tényleg lenyűgöző. Ha viszont a térképet jobban megnézed, kiderül, hogy az összes óriás kaszinó igazából egyetlen útra épül. Ezt nevezik a Las Vegas Stripnek, viszont amikor meg akartam nézni a legelső kaszinót, akkor kiderült, hogy ez nem is itt van. Sőt, kiderült, hogy én most nem is Las Vegasban vagyok. Ez az út, a Strip valójában Paradise városában van, nem Las Vegasban. Az igazi Vegas innen 15 perc autózásra van, úgyhogy megnéztem azt is. Odafelé már szép lassan változott a hangulat, sokkal kisebb szabású és régi módibb lett minden. Itt már előkerültek a híres házasodó termek, és végül megérkeztünk a régi Las Vegas központjába, a Fremont Streetre. Ez is egyébként egyetlen egy utca, de már a tetejét is lefették LED kijelzőkkel, emiatt egészen extrém a látvány. Itt a kaszinók egy kicsit hagyományosabban néznek ki, de az a helyzet, hogy ezeket is imádtam. Megbamonázza az embert a sokféle fény. Kint koncertek és bárok váltják egymást, belül pedig egy kicsit ócskább minden, mint mondjuk a Strip-en lévő nagy kaszinókban, de mindenképpen működik ez is. És sokkal kisebb tétekben is lehet játszani, bár természetesen itt is el lehet veszteni bármennyi pénzt. Régen tehát ez volt Las Vegas központja, de a 90-es években kezdtek el épülni az óriás kaszinók a másik helyszínen. Aztán a 2000-es években még tovább gyorsult a fejlődés, és mostanra már golfpályák, víziparkok, óriási nightclubok, színházak tucatjai és még vagy ezerféle szórakozási lehetőség vár mindenkit. Az egész mintha nem is a valóság lenne, de talán ettől jó itt lenni. Óriási élmény volt látni, és a maradt kérdésed tedd fel kommentben, és igyekszem majd válaszolni. Sziasztok!